Mi a KITE zrt nél egy ültetvénytelepítéssel kapcsolatos munkátok során egy beruházás esetében komplexen gondolkodunk. Komplexen gondolkodunk azért, mert nem csak támrendszert, nem csak almafaoltványt, nem csak öntözőberendezést, hanem ezek összességét egy készültetvényt kívánunk megvalósítani a gazdálkodó partnereink számára. Azok számára, akik velünk gondolják az ültetvényberuházásokat. Az ültetvényberuházás és egy lakóház építése között Számomra nagyon könnyű párhuzamot tenni, hiszen tervezéssel indulunk, akkor is tervezéssel indulunk, hogyha a családi fészkünket kívánjuk megtervezni, és tervezéssel indulunk akkor is, hogyha a családunk bevételét szolgáló, hasonló beruházást kívánunk létrehozni egy gyümölcsültetmény létrehozásával. Ebben a RT készség áll a partnerek rendelkezésére, hiszen már a tervezés szakaszában becsatlakozunk, már a tervezést az velünk közösen végzik gazdálkodó partnereink. Szemrevételezzük az ültetvényt, azt az ültetvény részt, amelyet vagy felújítani, vagy újra telepíteni, vagy akár zöldmezős beruházásként, akár szántóföldi kultúrából gyümölcsültetvényi alakítani kíván. A tervezés egy nagyon pontos felméréssel indul. A felmérést követően készül egy árajánlat, egy pontos kiviteli terv, és hogyha ezek a partner által elfogadásra kerülnek, akkor megindul a folyamat. A telepítés a jégháló tartó oszlopok lenyomásával veszi kezdetét és egészen az öntöző rendszer kivitelezéséig, az oltványok eltelepítéséig tart, és tulajdonképpen mi, a az nél egy kulcsakész ültetvényt adunk át termelő részére, amelyet utána szaktanácsadással látunk el, hogyha arra igény van. Abban az esetben, hogyha a partnerek financiális helyzete nem teszi azt lehetővé, hogy a teljes beruházás értéke rendelkezésre álljon, akkor a kite hiteliroda készséggel áll egyedi ajánlatok formájában a termelő partnereink rendelkezésére. A 2024 első fél évében kiírásra kerülő ültetvénytelepítési pályázat pedig egy rendkívül kedvező feltételt teremt azon gyümölcsültetvényekben gondolkodó partnereink számára, akik vagy átalakítani, vagy újra telepíteni kívánják a jelenleg meglévő ültetvényeiket, és egy szuperintenzív, akár alma, akár valamilyen csonthéjas ültetvényben gondolkodnak. A pályázatírással kapcsolatban is készséggel állunk a rendelkezésükre. Az ültetvény telepítés lezárultával nálunk nem ér véget a folyamat, hiszen szaktanácsadás formájában ezeket az általunk létrehozott ültetvényeket után követjük, és hogyha a gazdálkodó partnereink igényt tartanak rá, akkor termesztés technológiai szaktanácsot is adunk számukra. Természetesen nem csak termesztés technológiai szaktanácsadás van nálunk, hanem a termesztéshez szükséges kertészeti speciális gépek is, mint például a fagyvédelmet, segítőgépek, permetezők, gyümölcsbetakarítók.